Az 59-es lap megkezdése előtt ma reggel is szeretnénk megemlékezni az Izraelben folyó harcokról, katonáinkról, sebesülteinkről, túszainkról, mindannyiuknak a testi és lelki épségéért, mielőbbi szabadságukért és sikereikért imádkozunk. L'chaim! Kedves barátaim, a tegnapi nap a misnát, illetve a misnával kapcsolatosan a kártérítésnek, a termés kártérítésének a módjáról beszéltünk, és már a misna is rögzítette azt a tényt, hogyha egy állat megeszi a termésnek egy részét, akkor a kártérítést legalábbis Rabbi Simon véleményén kívül mindenki az az állásponton van, hogy a kártérítést azt nem közvetlenül a gyümölcsök értékében kell megfizetni, hanem a termőföldnek a értékvesztése alapján kell meghatározni a kár értékét, és azt kell kielégíteni. Aztán a Talmud tovább ment, és azt mondta, hogy ez olyannyira így van, hogy magát a termőföldnek az értékvesztését is nem önmagában kell meghatározni, hanem egy 60-szoros szorzóban, és akkor itt voltak különböző változatok, hogy ez a 60-szoros szorzó hogy néz ki. Volt olyan vélemény, ami azt mondta, hogy önmagában 60-szoros szorzó. Volt olyan vélemény, aki azt mondta, hogy a lelegelt területet rá kell helyezni egy szea termőmagot befogadó földterületre, ami így összességében kb. 600 négyzetméter, és azt kell egy 60-szoros területre virtuálisan elképzelni, és onnan van az értékvesztés visszaszámítva. Aztán szó volt arról, hogy mi a helyzet akkor, hogyha közvetlenül maga az ember okozta a kárt a termésben, és nem az állata, akkor vajon más-e a szabály? És végül pedig a Talmud felhozott egy több olyan forrás, több olyan brájtát is, ahol arról is szó esett, hogy mi van akkor, hogyha a termés, amit az állat lelegelt, az még nem egy kész termés, hanem egy valamilyen félkész termés. Akkor ilyenkor hogyan kell meghatároznunk az értékét annak, amit megevett az állat, vagy megevett az ember. És itt alapvetően két megközelítés volt. A bölcsek leginkább úgy közelítették meg ezt a kérdést, hogy a nem kész termés, tehát még az éretlen termésnél, Isten hozott Gábor, jó rég találkoztunk. Tehát a nem kész termésnél, az éretlen termésnél is az adott pillanatban a föld értékének az értékvesztését kell a kártérítés alapjául venni. Tehát, hogyha nekem van egy szőlő, amiben még nincs, nem érett a szőlő, de mégis lelegelte, vagy tönkretette, letaposta az állat a szőlőt, akkor azt kell meghatározni, akkor azt kell megnéznem, majdnem, hogy Stéber vagy Kálmán, de jó értelemben persze. Isten hozott. Nem bántottalak meg. Csak egy kicsit. Volt már rosszabb is. Oké. Tehát még egyszer visszatérve, ha nem volt érett a termés, amit az állat lelegelt, akkor mit kell csinálni? Itt kétféle megközelítés van. Az egyik megközelítés, amit a bölcsek mondanak, hogy megnézzük, hogy az adott órában, adott pillanatban, közvetlenül a lelegelés előtt mennyit ért volna ez a föld, ha eladtam volna. A más rabbi, például Rabbi Jöjszág Lili, azt mondja, hogy azt kell néznem, hogy mennyit ért volna ez a termés, mire megérik. Tehát, hogyha volt egy félkész termésem, és ezt megette egy állat, akkor nem a félkész termés értékét kell, hogy megtérítse az állat tulajdonosa, hanem azt, amennyit az a termés ért volna, akkor, hogyha lett volna esélye a
földtulajdonosnak kivárni, hogy megteremjen a termés. És alapvetően ez a két megközelítés volt, és ennek voltak különböző részletei. Most ezen belül a tegnap említett, tegnap viszont gyorsan olvastuk, mert ez már a végén volt a tanulmányainknak, a tegnap említett bölcsökök között Rabbi Yoisi Aglili mondta azt, és akkor csak ezt felolvasnám a 58-as lap végéről, Rabbi Yoisi Aglili azt mondta, Achla Haziz, ha félkész búzát evett, annak van valami neve magyarul? Félkész búza. Még nem termett meg, csak egy kezdeti. Éretlen búza, azt hogy mondják? Hogy? De nincsenek egy neve? Oké. Okay. Szóval éretlen búzát evett, Rabbi Yoisi Aglili, mert nidőnben mert súlyos se baj. Akkor úgy kell fölértékelni a kárt, minthogyha az a búza már érett lenne. Miért ma nem eszi meg, akkor valószínűleg megérett volna, és el tudta volna adni. Igen, magyarul mennyi hozamtól esik el, pontosan. Hogy minek ezt feltételezett veszteség, nem, feltételezett nyereség elmaradás, azt hiszem ennek a jogi meghatározása. Ezt mondta Rabbi Yoisi Aglili. És ennek kapcsán a báje fog egy állítást tenni. Amar a báje, Rabbi Yoisi Aglili, Rabbi Shmuel, amru davar echod. Azt mondta a báje, tulajdonképpen Rabbi Yoisi Aglilinek ez a mondása, és Rabbi Shmuel egy irányba mennek. Rabbi Yoisi Aglili hadámra, ugye Rabbi Yoisi Aglili mondását már említettük, ugye az volt Rabbi Yoisi Aglili mondása, hogy ha félkész búzát, a még nem termett búzát evett meg az állat, akkor a feltételezett nyereség elmaradást kell megtéríteni. Mi volt Rabbi Shmuel mondása? Rabbi Shmuel, de tánja a következő. Métav szedeu, métav kármi és sálem. Van egy brájta, amit már korábban említettünk, ami azt a tórai mondatot értelmezi, amely az állat fog általi, legelés általi kárát és kártérítését határozza meg. Ez ugye Mózes második könyve, 22-es fejezet, 4-es mondat. A mondat így hangzik. Ki áver is szade oj kerem, silach ezbe iroj. Hogyha egy férfi legeltet egy földön vagy egy szőlőben, és elküldi állatát, és legeltet másnak a földjén, métav szadeju, métav kármai és állén. Földjének és szőlőjének legjobbjából füzessem. És itt vita volt, ha emlékeztek, hogy kinek a földjének és szőlőjének a legjobbjáról van itt szó. Ugye kétféle megközelítés volt. Rabbi Akiva, aki a második a brájtában, ő az, aki azt mondta, hogy itt már a kártérítésről van szó. Tehát meghatározzák a kárt, és hogyha nem tud készpénzben fizetni az illető, vagy nem tud ingóságban fizetni, akkor a legkönnyebben, piacképesebb földből kell fizessen. Ugye, tudjuk azt, hogy háromféle földet határoztunk meg, idis, beinonis és ziburis, a nagyon jó minőségű, nagyon forgalomképes föld, közepesen forgalomképes föld, és a nagyon gyengén forgalomképes föld. A legforgalomképesebb földből a legforgalomképes földből kell, hogy kártérítsem. És ami Kiva azt mondta, hogy ez vonatkozik mindenfajta károkozásra. Tehát ez volt az egyik magyarázat. Amikor a szöveg azt mondja, hogyha valaki az állatát ráküldte valakinek a földjére vagy szőlőjére, és az ott kárt okozott, akkor a legjobb földjéből, legjobb szőlőjéből fizessen. Ez mit jelent? A kár okozó az ő legjobb földjéből és legjobb szőlőjéből fizessen, ha nincs más. De Rabbi Shmuel nem ezt mondta. Hanem mit mondott Rabbi Shmuel? Métav szedeu, métav kármél sáleim, métav szedeu sel nizek, u métav kármél sel nizek. Divre Rabbi Shmuel. A kár vallott legjobb földjéből, és a kár vallott legjobb szőlőjéből. Ezt mondta Rabbi Shmuel. Hogy ez mit jelent, erre mindjárt vissza fogunk térni. Rabbi Akiva, mert lőjbe a kaszob ellen légbe, és ez ikén minden idész. Rabbi Akiva viszont azt mondta, hogy a szöveg csak arra akar minket figyelmeztetni, hogy a kártérítést azt a legjobb minőségű, legforgalomképesebb földből kell téríteni. De káva hajmé lehegdes, és ez még inkább akkor így van. Elnézést egy pillanatra.
Tehát a leg bocsánat. Igen, de remélem, Kiva azt mondta, hogy a legjobb minőségű földből kell, hogy kárt érítsen, és ez még inkább így van a szentélynek felajánlott dolgokkal. Ez volt remélem, Kiva vélemény. És akkor a kérdés az az volt, hogy mit értett Rabbi Ismael az alatt, amikor Rabbi Ismael azt mondta, hogy a kár vallott legjobb földjéből kell fizetni. Ez mit jelent? Mi az, hogy a kár vallott legjobb földje? A kár vallott kap pénzt, ő nem ad pénzt. És erre volt egy magyarázat. A magyarázatot nagyon nehezen tudtuk elfogadni, de a következőképp hangzott. A Vidibar Ravin azt mondta, hogy tegyük föl, hogy a te állatod bejött az én veteményes kertembe. A veteményes, a veteményesem, ez egy nagy veteményes, amiben van jobb minőségű termőföld, és rosszabb minőségű termőföld. Úgyhogy tegnap azt mondtuk, jobb minőségű parcella, és rosszabb minőségű parcella. És lepusztítja az egyik parcellát. És nem tudom, hogy az a parcella jó minőségű volt, vagy rossz. Akkor erre mondta azt, ami is mondta, hogy a kárvallott legjobb minőségű földjéből kell kárteríteni, hogy a maradéknál megnézem, hogy mi a legjobb minőségű parcella, az összes többi, ami még megmaradt, és azt szerint kell értékelnem a kárt. Azt mondja, Talmud, már akkor se tetszett nekünk ez. Völöjtém, akár a vidi bráven, de amara a vidi bráven, és akár a grubén, a rukasz, lehet, hogy a husa jávé, és meg jávé. De amara kum, smelés, miért? De akár a jávé, ezt nem tudjuk elfogadni, miért? My time-a. A mai címe, ha vére, jalava rája. Mert van egy olyan alapelvünk, hogyha neked van egy követelésed, akkor neked kell bizonyítani a követelést. Ha valamiben bizonytalanok vagyunk a követelés szempontjából, akkor a követelés és előálló az, akin a bizonyítás terhe van. Tehát ha nem tudjuk, hogy milyen minőségű volt az a parcella, akkor nehogy már legjobbból kell. Akkor bizonyítsa be, hogy az a legjobb volt. És ezért nem fogadtuk el, nem akarjuk elfogadni ezt a magyarázatát annak, amit Rabbi Ismael mondott. De most de most, hogy olvastuk, hogy mit mondott Rabbi Yeshua a félig termett termésről, van egy zseniális magyarázati lehetőség. Arról van szó, hogy az állat lelegelt egy félig kész termést, és azt akarja Rabbi Shmuel mondani, hogy a legjobb minőségű földből, a legjobb minőségű szőlőből, a kárvallott földjéből és szőlőből kell megtéríteni. Ez mit jelent? Hogy nem azt nézed, hogy most mennyi volt az értéke a termésnek, így félkészen, hanem a legjobb, amilyen majd lesz, amikor a termés készé válik, amikor megérik. És akkor így, ezzel a magyarázattal a vita Rabbi Akiva és Rabbi Ismael között a következőképp hangzik. A szöveg azt mondja, a legjobb szőlőjéből, legjobb földjéből fizessen. Rabbi Akiva szerint ez azt jelenti, hogy a kár okozó a fizetést, ha nem pénzzel csinálja, vagy ingósággal, akkor a legforgalomképes földjével csinálja. Ez Rabbi Akiva magyarázata. A Rabbi Ismael magyarázata pedig az az, hogyha egy félkész termést legelt le az állat, akkor a kár vallott legjobb minőségű földjének megfelelő kárt kell meghatározni. Az elmaradt haszont, tehát ez jelenti a legjobb földjét. A legjobb földje és a legjobb szőlője. És stimmt? Megyünk tovább. Amar már, sem menj oda, mert mi sem menj sem simán, a medvari már murim, sakhlulog, a fém, és erőt fejni. Nos, hogy mindenki megreggelizett, vagy majdnem mindenki. A táblára is szükségünk lesz. Köszönöm szépen. Reggel 5-kor, amikor fölkeltem, mert amikor ezt a részt készültem, akkor mivel nem vagyok nagyon erős a agráriumban, ezért próbáltam utána nézni, hogy a szőlő különböző fejlődési stációinak mik a nevei. Úgyhogy ha valaki jobb neveket tud előállni, mint én, akkor szóljon. Most a következő volt egy vita még a tegnapi napon. Gyorsan olvastunk, úgyhogy nem biztos, hogy világos volt. Volt Rabbi Joshua,
voltak a bölcsek, és volt Rabbi Simon. Most a szőlőnek különböző fázisairól volt szó, amit megevett egy állat. Volt a maga a tőke, vagy ág, mert nem csak szőlőről volt szó, hanem mondjuk fügéről, vagy datójáról. Hajtás? Hogy? Az új ág, amelyeket a termés. Oké. Okay. Köszönöm, Skaja. Tehát volt a hajtás. De különben lehet az ág is, tehát lehet az egészet. Oké. Okay. Akkor van a smador. Smador néberül, szerintem az a bogyó. Tehát ami közvetlenül a szőlőnél, mikor már a virágnak vége, akkor utána az a pici kis kezdemény. És van az egyel, de még mindig nem termett szőlő, és ennek biztos, hogy van egy neve magyarul. Nem, a zsengét azt a izére írták a búzára. Zsenge? Emlékszem, hogy egy 10 évvel ezelőtt voltunk Mádon, csoportosan, és ott megálltunk a Bodrogkeresztúri sírnál, és ott voltak ilyen szőlők, és akkor nagy örömmel beleharaptunk, a borzasztó íze volt, mert ilyen félkész volt, éretlen volt. Oké. Okay. Most a múlt, a következő volt a vita. De Yeshua azt mondta, hogy a bölcsek azt mondták, hogy ha egy bogyót evett, akkor a föld értékvesztését kell alapul venni. Oké? Okay? Tehát nem azt, hogy mennyi lett volna ennek a gyümölcsnek az értéke, ha hagyjuk megérni. Nem az elmaradt haszont kell figyelembe venni akár meghatározásnál, hanem a föld jelenlegi értékvesztését. Ha eladtad volna a földet, mielőtt az állatot garázdálkodott, és eladnád most, ezzel a félkész terméssel a szőlőtőkén, akkor mennyi lenne a különbség? De Yeshua azt mondta, hogy nem. Azt kell nézni, hogy az elmaradt haszon mennyi. Tehát meg kell néznünk, hogyha ezt hagytuk volna megteremni, azt a gyümölcsöt, amit te megettél, azt mennyi, annak mekkora lett volna az értéke. Erre jött Rabbi Simon, és azt mondta, hogy hát a bölcseknek igaza van, akkor, hogyha még egyenlőre csak az ágat etted meg. Tehát, hogyha csak még annyira fejletlen volt, hogy még csak egy hajtás volt ott, de még nem volt bogyó. De, mondja, és akkor itt van az érdekesség, azt mondja, de, hogyha a zsengéről van szó, akkor az elmaradt haszont kell nézni. Oké? Okay? Eddig stimmel? Tehát, akkor és most az lesz a kérdés, volt egy vita, de mi is a bogyóról. Azt mondta Rabbi Yeshua, ha a bogyót megette, akkor az elmaradt haszont kell nézni. A bölcsek azt mondták, nem, a föld értékvesztését kell nézni. Erre jött Rabbi Simon, és azt mondja, tudjátok mit? Neked is igazad van, meg neked is igazad van. Nekem is így értettük. Ha a hajtást tette meg, akkor a föld értékvesztését kell nézni. De hogyha a zsengét nézte, ette meg, akkor az elmaradt haszont kell nézni. Oké, de mi van ezzel? A bogyó, az most akkor hova számít? Az még a hajtásféle kár értékeléshez számít, vagy a zsenge
féle kárértéke is ez számít. A mondat első feléből úgy tűnik, hogy az a zsengéhez hasonlít, a mondat második felével azt úgy tűnik, hogy a hajtáshoz hasonlít. Értitek? De mit mond? Mikor kell a föld értékvesztését nézni, ha a hajtást tette meg? Aha, tehát ha minden más tevet, akkor az a elmaradt haszont kell nézni. Majd a mondat másik felében azt mondja, ha a zsengé tette, akkor az elmaradt haszont kell nézni. Á, akkor minden, ami ennél kevesebb, ott meg a föld értékvesztését kell nézni. Tehát akkor ez mint egy ellentmondás lenne a kettő között. Ez a kérdésünk. Világos? Ne nézzetek rám ilyen üveges szemekkel. Olyan a szemetek, mint egy éretlen szőlőbogyó. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud. Amar a vina, karuch ve tani. Azt mondja a vina, nem kezdte ennyire rigorózusan venni. Igazából ez benne van. Bele tanuljuk. Hogyan? Bár medvani van múlim, ez más alkalmazok a fény, mi akkor lehet, ha én imád, ahol ahla szmádor páginai bajszer, hogy nézze ki, lanna, hogy nem dőszli bacsa. Azt mondta, Ravina, tudod mit? Nincs itt kérdés. Egyszerűen annyi, hogy úgy kell érteni, hogy nem csak azt mondta, Rav Simon nem fogalmazott teljesen egyértelmű, de valójában azt mondta, hogy a bogyó is ide tartozik. Tehát az elmaradt haszont kell nézni. Na jó, de hogyha az elmaradt haszont kell néznünk, akkor mi a különbség Rabbi Yeshua és Rabbi Simon között? Akkor mit tesz hozzá Rabbi Simon, Rabbi Yehuda? Mit tesz hozzá Rabbi Simon, Rabbi Yehuda? Ugye azt mondják? Erre egy nagyon érdekes dolog fog következni. Annyira érdekes, hogy szinte abszurd. Azt mondtam, tudod, mi a különbség? Ikében nájuk hasgufna. Az a különbség, hogy valójában első elnézésre tényleg ugyanazt mondják, de van egy részlet különbség közöttük. Ha a szőlő rajta marad, maradt volna a tőkén, és megtermett, megérett volna, akkor tényleg lett volna egy haszon. De lett volna még működési költség. Például a tőke az elgyengült volna. Most ezt nem tudom, hogy ez mit jelent. Ez valami, a Rási azt mondja, hogy olyasmi, jobban, hamarabb kiszáradt volna. Gondolom, hogy ez talán olyasmit jelent, hogy a szőlőtőkének van egy életciklusa, és ahányszor van, végigmegy rajta a termés, annyi az életciklusa. És hogyha egyszer nem ment rajta, akkor annyival tovább fog élni. Akkor igaz, hogy lett volna egy haszon, de lett volna egy amortizáció is vele. Tudom, például a libák kapcsán. Minden ilyen törzslibának 5 ciklusa van, 5 vagy 6. Szóval hányszor tud tojni tojást? Ugye a természetben nagyon sokszor tudna. Hogy? Kotlan, igen. Nem. Hányszor van még értelme tartani, amikor még életképes tojásokat csinál, hogyha ugye, most akarok a résztekbe menni, de hogyha nem a természetes módon csinálják, felgyorsítják, akkor 5-6 után már kifárad. Gondolom, hogy a szőlőnél is talán ilyesmi van, hogy egy pár ciklus után már kezd kiszáradni. Akkor igaz, hogy itt van egy elmaradt haszon, de figyelembe kell vennem az elmaradt amortizációt is. Te azt tudod mondani, jó, én nézzük azt, hogy ez a szőlő mennyit ért volna, ha megterem. 100 kiló szőlőt evett meg a kutyám, 100 kiló szőlő ért volna, tudom én, 10.000 forintot. De a tőkédnek az értéke viszont csökkent volna, akkor azt vonjuk le, azt az értékcsökkenést, azt vonjuk le abból, amit én fizetek neke, mert az értékcsökkenés most nem történt meg. És ez a különbség a kettő között, mert löjme száim. De nem tudjuk, hogy melyik. Nem tudjuk, hogy ki, melyikük mondta azt, hogy ezt az értékcsökkenést le kell vonni a kártérítésből. Bája már messzájmi. De tudjuk, ki mondta ezt. Pontosan tudjuk. Mantane, de hájis le kahás gufna. Reb Simon ben Yehuda. Ki az, aki ezt mondta? Reb Simon. Reb Simon, ő az, aki azt mondja, az amortizációt
azt le kell vonni a kártérítésből. Az elmaradt amortizációt le kell vonni az elmaradt haszonból. Durva dolog következik. Honnan tudjuk? Simon ben Yehuda, Emi Mishon, Simon ben Nasya. Azt mondta Simon ben Yehuda, Simon ben Nasya nevében. Ha valaki megerőszakol valakit, egy férfi megerőszakol egy nőt, akkor ott ugye mit kell fizetnie? Fizetnie kell, mint egy testi kár. Mit fizetünk egy testi kárnál? Kártérítés, fájdalomdíj, gyógyítási díj, munkakiesés díj, szégyendíj. De azt mondja, ha megerőszakolt egy szűznőt, ugye akkor az fájdalommal jár. Akkor kéne fizessen fájdalomdíjat, nem? Azt mondja, Simon ben Yehuda, nem kell fizetni, miért? Mert jövőben, ha megházasodott volna, úgyis átment volna ezen a fájdalmon. Szóval a fájdalomdíjat nem kell. Ne ijedjetek meg, a bölcsek ezt nem fogadták el. Miért? Hogy? A bölcsek nem fogadták el, miért? Amrul, hogy én a daimini velezbe racenin velezbe ajnesz. Szóval nem lehet összeesetni a fájdalmat, most testi fájdalomról, nem lelki fájdalomról van szó. A lelki fájdalom a szégyen. Azt meg kell fizetni. A testi fájdalom. Azt mondja, a testi fájdalmanál is nem lehet összehasonlítani egy szűz nőnek a fájdalmát, ha az akarata ellenére megerőszakolják, vagy hogyha akaratból csinálja. És ezért nem értenek vele egyet. De mit látok? Hogy Rabbi Yehuda, Rabbi Simon ben Yehuda, az a véleményem van, hogy mivel a jövőben úgy is lett volna, most ezt megspórolja, közül ugyanolyan, mint az elmaradt amortizáció. Oké. Akkor mit látok? Rabbi Simon ben Yehuda, ezen a véleményem van. A kárból le kell vonni azt, amit viszont megspóroltál a kárral. Azt mondja a Talmud, amere báje, hánnét a naív, Reb Simon ben Yehuda, amrud avar echod. Szóval vannak bölcsek, akik ugyanazt mondják, mint Simon ben Yehuda. Reb Simon ben Yehuda Adámra. Ugye mondtuk, hogy mit mond Reb Simon. Hánnét a naív, kik ezek a bölcsek, akikről beszélsz? De tányi Reb Yehuda, én menne hihája, benne zöjjön, benne hihája, benne zöjjön. A elvetélő asszonyról beszélnek. És az ugye volt többször róla szó, a Tóra maga említi azt az esetet, a két férfi összeverekszik, és véletlenül az egyik megüti a másiknak a feleségét. És a nő elvetél. Akkor mit mondtunk, hogy fizetni kell a, úgy hívtuk ezt, hogy magzatdíjat. Azt mondta Rabbi Yehuda, oké, de a magzatdíjból vonjuk le a bábának a díját. Mert ha hagytuk volna megszülni, akkor a bábát kellett volna hívni, a bábát ki kellett volna fizetni, akkor most nem kell bábát hívni, akkor le lehet vonni azt a díjat. De názájai meg, ne himezajnesz. De názájai meg azt mondja, hogy a bába díjat azt nem, de a de hát a tartásdíjat, a plusz tartásdíjat. A Rási azt mondja, hogy a szülésnél több élelmet kell adjon a nőnek, most ez a szülésnél, vagy a terhesség alatt többet eszik, nem világos. De mindenképpen egy kismama annak a tartásdíja az több. Akkor most már ő nem kismama, akkor most már akkor a tartásdíjat, amit fizettél volna, azt vonjuk le a magzatdíjból, a kártérítésből. Akkor ez ugyanaz a gondolat, mint amit Simon ben Nasya mond. Ha már itt szó volt, az egyikük azt mondta, hogy a bába díjat kell levonni, a másik azt mondja, hogy az extra tartás díjat, akkor a Talmud tisztázza. Mánda amár, zöjnosz, ávanekri hája, loj, ki azt mondja, hogy a tartás díjat, az nyilván azt mondja, hogy a bába díjat nem. Miért? Viszont az, aki azt mondja, hogy a tartás díjat, vagy aki azt mondja, hogy a bába díjat, az biztos, hogy azt mondja, hogy a tartás díjat is. Ugye, aki azt mondja, hogy a tartás díjat, az a bába díjat nem. Miért? Mert mit mond? A tartásdíj az tényleg, az egy objektív dolog. De a bábáról azt fogja mondani, azt fogja mondani, itt a szedidi pichahi, lemi baj hája. Mert az én asszonyom az olyan ügyes és erős, hogy bába nélkül is tud szülni. És ez nem biztos, hogy lett volna bábadi. És ez azt mondja, hogy ezt nem mondjuk le. Tud így érvelni. Az nem egy feltétlenül velejáró költség.
Rav Papa, Rav Huna, Bréd, Rav Yeshua, Avuduka, Vasszad, Rav Nach. Oké. Most összefoglalva, az egész onnan indult el, hogy volt még a tegnap, az előző nap egy vita. Amikor arról volt szó, hogy volt egy pálmafa, amit valaki kivágott, és akkor eljöttek a Rosa Kolhoz, eljöttek a Rész Galutához, a diaszpora közösségének a vezetőjéhez, és ő azt mondta, hogy hát akkor nézzük meg, hát három, láttam én, hogy árulnak három ilyen pálmát 100-ért, akkor egy pálma az 30. Mi azt mondták neki, hogy nem, hát Rav Nachman azt mondta, hogy ezt egy 60-szoros szorzóban kell megnézni. Ha lenne egy pálma ligetem, és abban annak mennyi lenne az értéketeli pálmákkal, most ez a földrész, ami már nincs pálma, az lejön belőle, akkor megnézzük, hogy az az egész terület, ennyi, mínusz ez az egy pálma, az mennyit érne. Akkor kinek volt igaza? Azt mondja, Rav Papa, Rav Huna, Rav Yeshua, Avoda Vuduka, Vasszad, Rav Nachman, Besisim. Rav Huna és Rav Papa, ők Rav Nachment követték, tehát ezt a 60-szoros szorzót nézték. Lisnach, Lina, Rav Papa, Rav Huna, Rav Yeshua, Amma, Samu, Dikla, Rav Katina, Dára. Mások úgy tudták, hogy Rav Papa és Rav Huna, ők a földen együtt értékelték a pálmát. De mi a halakha? Halakha, de kavaszed Rav Papa, Rav Huna, Rav Yeshua, Dikla, Dárma. Egy rossz minőségű pálmánál, az arámi pálmánál, ott a föld értékében nézzük a pálmát. De a perzsa pálmánál, ahol jobb minőségű datóját hoz, ott önmagában nézzük a pálmát. Oké? Okay? Menjünk tovább. Eliezer Zeira, have szájem mes anne ukma. Eliezer Zeira, pont a héten, hogy a gyerekek beszéltek róla, hogy a fekete ruha a gyásznál, az egy zsidó szokása. És mondod, hogy nem. A halottat fehérbe öltöztetjük. Elmész egy temetésre. Vagy a gyászoló. Az a fekete ruha az... És mondtam, hogy nekem úgy rémlik, a Talmudban több helyen van, hogy a gyászolók fekete ruhát öltöttek. És micsodás Gacha Pratis, és a gondviselés, hogy pont a mai Talmudban erről szó van. Eliezer Zeira azt mit csinált? Egyszer fölvett egy fekete cipőt, ami minek a jele, hogy ő gyászolt. A kaibe suka de nahárda, és nahárdai piacra kiment a fekete cipővel. Eske hó de vére és galusza. Ott a Rosa Kol, a diaszpora közösségének, a fejének, az emberei, ott látták, hogy ott áll fekete cipővel. Amrul én, ma is nahányi mi szani, szóval miért hordasz ilyen cipőt? Amrul én, de kömmá, ivlen a jősoláim. Mert Jeruzsálemet gyászolom. Azt mondták neki, Amrulé, átha sivet léte bulé és a lány. Szavír Jehura Habe. Szerintem, te ilyen fontosnak gondolod, ki vagy te? Ilyen fontosnak gondolod magad, hogy te itt játszol az eszed, hogy te gyászolod Jeruzsálemet? Úgy érezték, hogy ő csak ezt ilyen önhabosítás, tehát a saját jelentőségnek a növelése szempontjából csinálja. És nem cétóztak, gondolom, hogy kicsit féltékenyek voltak az elnök úrra, hogy rögtön bedadták egy börtönbe. Amár lejó, Gábra Rabana, azt mondja, de várjatok, hát miért gondoljátok, hogy én csak tetettem magam? Én tényleg egy nagy ember vagyok, egy nagy rabbi vagyok. Amrul én ma Nayadina. Szóval honnan fogjuk tudni, hogy tényleg egy nagy ember vagy? Nem ismerünk téged. Ide jöttél, most elkezded játszani az eszed, de honnan tudjuk, hogy te tényleg egy nagy ember vagy? Amár lejó, asszum bau minei milsa, hogy annai baj minchum minsza. Szóval neki, tudod mit? Kérdezzetek tőlem bármit, vagy én kérdezek tőletek bármit. És akkor kiderül, hogy milyen nagy tudásom van. Amrulé, baj át. Szóval tudod mit? Kérdezte. Mondták neki. Amruléjú, hajmán de kac kufra, máj mesalén. Azt neki, tudod mit kérdezek? Azt kérdezem, ha valaki levágta egy pálmafát, akkor mit kell fizetnie? Amrulé, mesamné kufra. Szóval fizesse ki a pálmafa értékét. Amir lejúve, ha havet mari, azt mondja, jó, de hát a pálmafán ott voltak datóják. Amir nem is amnét mari, vagy nem, lettek volna datóják. Ugye, a pálmafát kivágta, mennyit fizesse? A pálmafa értékét.
Jó, de hát ha nem vágta volna ki, akkor lettek volna datolyák. Akkor fizesse ki a datolyák értékét. Jó, de hát nem voltak még datolyák. Amúl én mondom át. Jó, tényleg, jó. Akkor szerinted hogy kell? Ugye ez ugyanaz a dilemma, amiről eddig szó volt, hogy egy ilyen fél termett gyümölcsnél mit kell csinálni? A földértékét kell, vagy a kész, majd kész gyümölcs és az elmaradt hasznot kell? Belezavarodtak ott ezek a csendőrök. Na, mit kell csinálni? Amúl lejjúb és sisim. Szóval ezt fel kell szorozni 60-nal, ahogy beszéltük. Amelej, mána marka vaszek. Szóval honnan tudjuk, hogy neked van igazad? Amelej, ha Smuel hájú bejsz dinoj, kája. Szóval kérdezzétek meg, Smuel, a nagy rabbi még él. És az ő bírósága is megvan. Küldjetek neki egy kérdést, ez tényleg így van-e. Sadruka mejde Smuel. Elküldték a kérdést Smuelnak. Amelej, sápirka amelejhu. Azt mondta, igaza van, így kell csinálni. És isim, 60-nal be kell szorozni az egész fát, és akkor úgy kell visszaosztani a értékcsökkenést. Látták, hogy igaza volt, okos volt, Savkú elengedték. Már nem számított nagy képviségnek, hogy fekete cipőt hord Jeruzsálem gyásza miatt. Oké. Okay. Rebbi Simon, mert Cheles Pérez Gmurim, az utolsó passzusa a Mishnának az volt, hogy Rebbi Simon azt mondta, hogy ha kéz gyümölcsöt ettél, akkor mindenképp nem a föld értékvesztését kell nézni, hanem a gyümölcs értékét. Tehát, hogy ha az állat lelegelte a szőlőt, ami egy kész szőlő volt, akkor biztos, hogy a szőlő értékét kell nézni, és nem a föld értékét. My time, Adam Rachmana, miért bizdi áhem elámeid, és aminál gávszad, de miért mondta ezt Simon? Ha a Tóra egyszer azt mondta, és az előbb ezt így magyaráztuk, hogy a legjobb földjéből, legjobb szőlőjéből füzesse meg. És ezt mi úgy megyáztuk, ez mit jelent, hogy a félkész termésnél a legjobb szőlőt, a félkész termést evett meg az állat, akkor a legjobb, a legjobb szőlőjéből, a legjobb földjéből azt jelenti, hogy úgy kell néznem, mintha már megtermett volna. Tehát az elmaradt hasznot kell néznem. Azt mondja, Talmud, háni milli de carik lesz szade? Háni kivindé lajcik lesz szade, bajné bajné lesz lomé? Azt mondja, igen, de ez mikor van? Ha a gyümölcsnek még szüksége van a tőke szőlőre, vagy szőlőtőkére, vagy szüksége van a földre. Ha már nincs szüksége, mert már érett a termés, akkor azt érett termésként nézzük. Azt, hogy még a fán van, az nem érdekel. De ha ott van egy érett termés, és azt megeszi az állat, akkor a teljesen érettet, a gyümölcs értékét kell venni. Amre funda ber chia, amre bírmi, amre rába, don ráv kerebi meiru, passzak a lach kereb simen. Azt mondta ráv funda ber chia, azt mondta ráv bírmi, amre rába, Ráv egyszer Rebbi Meir véleményét szerint döntött, egyszer pedig Rebbi Simon véleménye szerint döntött. Dan Ráv ke Rebbi Meir, miben döntött Rebbi Meir véleménye szerint? De tánya kasszav le rissain vilai haszma lai, le sein vilai haszma lai, avdak szu baszod, ivre Meir. Rebbi Judai Meir jöjjai le hisztai már, nachasz ruach, szeszre bájra, atam málache malai. Rebbi Meir véleménye, az nem kapcsolódik a mi témában. Ugye mit mondott? Ráv két témában is. Ez egyikben Rebbi Meir véleménye szerint, a másik véleményben meg Rebbi Simon szerint. Rebbi Meir, az a téma, amiben Rebbi Meir szerint döntött, az nem kapcsolódik ide, de azt már megemlítjük, ha erről van szó. Mi volt az a téma? A következő. Ha te elveszel egy nőt, írnod kell egy ketubát, ugye egy házassági szerződést. A házassági szerződésben benne van, hogyha elválnátok, vagy ha meghalna a férj, akkor X végkielégítést kell fizetni. Mi, és te a végkértésre megnevezel egy földet, ez a fedezet. Van ez a földem, ez a fedezet. Boldogan éltek együtt, majd egyszer csak el akarod adni azt a földet. Akkor ilyenkor a nő alá kell, hogy írja, hogy hozzájárul. Mi van akkor, mondja a Talmud, hogyha el akartad adni a földet, és a nő nem járult hozzá. Egyszer. Akkor próbálkoztál még egyszer. És másodszor már hozzájárult. Akkor Rebbi Meir azt mondta, ha egyszer már hozzájárult, akkor lemondott a fedezetről. Tehát, hogyha meghalsz, vagy hogyha elváltok, és nincs miből kifizetni a ketubát, akkor sorry. Ő maga mondott le a fedezetről. Rebbi Júda viszont azt mondta, hogy nem. A nő azt tudja mondani, muszáj volt aláírnom, a férjem nyomás gyakorolt rám, és én akartam egy gesztust tenni, de nem azért csináltam, mert lemondtam a fedezetről. Ez a vita. És ebben Ráv Rabbi Meir véleménye szerint döntött, hogy az a lemondott a fedezetről tekintjük, úgy mondjuk, tekintjük, hogy lemondott a fedezetről. Mi volt az, amiben Rabbi Simon véleményét követte? Az, amiről mi is most beszélünk. Passzak a lakak Rabbi Simon.
Hadat nárab Simon, amivel Akla Péra és Murim és Ámes Pézbori, im se a szájm, se a szájm, se a szájm. Ahogy Simon tanította, hogyha már érett volt a gyümölcs, és azt tette meg az állat, akkor a gyümölcs piaci értéket kell kifizetned a kártérítés részeként. Kedves barátaim, új misna jön. A mágnis beszélj, szedélj, ha béröj, se lőj, suszolj, de aklatan behémtöj, se bálaszad, de patur. Te bemész a felebarátod területére, és ott ilyen kis logisztikai központot csinálsz, a saját termésedet ott elkezdett pakolni. De nem kértél tőle engedélyt. Másnap visszajössz, már nem maradt semmi a termésben. Miért? Mert a tulajdonosnak a kecskéje megette az egészet. Akkor mi van ilyenkor? Kell a tulajdonos fizessen neked? Nem. Nem? Kikért, hogy tedd be a gyümölcs. De im huszka ben bála gadiskája. Mi van akkor, hogyha gyomorrontást kapott a kecske a te gyümölcsöttől, amit engedély nélkül beraktál? Akkor mi van? Érdekes, itt azt mondja a misna, hogy köteles vagy. Hogy köteles vagy fizetni. Korábban volt egy vélemény, említeni is fogjuk, hogy nem vagyok köteles fizetni. Igaz, hogy nem volt, de hogy kikérte meg az állatot, hogy egyen belőle. Oké. Itt azt mondja, hogy köteles vagy fizetni. Im higdis brüssúsz válaszol, de hája. Ha viszont engedélyen raktad oda be a gyümölcsöt, és jött a kecskéje a földtulajdonosnak, akkor kell, hogy, és megette a gyümölcsödet, a paradicsomodat, akkor kell, hogy fizessen. Oké. Okay. Azt mondja a Talmud, lémat nán de löjke rebi. Azt mondja a Talmud, úgy tűnik, hogy ez a misna nem rebi véleményét követi. Miért? De ike rebi, ha már átsé kábele alav bála bájsz lismoly. Rebi azt mondta, pillanat elnézést. Rebi azt mondta, hogy csak akkor kell, hogy fizessen. Mit mondta misnánk? Hogy akkor kell, hogy fizessen a földtulajdonos azért, mert a kecskéje megette a paradicsomodat, ha engedélyt adott, hogy berakjad oda a paradicsomot. Mit mondott Rebi, hogy ez nincs így? Csak akkor kell, hogy fizessen a földtulajdonos, ha nem csak engedélyt adott, hogy berakja a paradicsomot, hanem vállalta, hogy ő vigyázni is fog a paradicsomodra. Ezt mondta Rebi, de a misnánk nem ezt mondja. Úgy tűnik, hogy a misnánk nem Rebivel ért egyet. Amar Rav Papa, azt mondta Rav Papa, ha ben nátar be de rajzkinál. Kivéd amar ájl be gadus, elve antir lakú. Szerintem, papa, ne, itt a misnánk egy speciális esetről beszél. Ez arról beszél, amikor az aratás idején a szérűbe viszi mindenki a termést. Valami olyasmit magyaráz itt a Rási, hogy amikor begyűjtötték a termést, és mondjuk neked itt volt egy parcellád, neked itt volt, neked itt volt, neked itt volt, nekem itt volt, középen volt a szérű. És mindenki egy helyre vitte be a... És a szérű valakié, vagy valamelyiküknek a földjén van. És mindenki egy helyre vitte be a termést, mert itt kényelmes volt. Most ilyenkor, ha a szérű tulajdonos azt a behozhatod a termést, az magában foglalja azt, hogy én vigyázok rá, miért viszem oda a termést, az, hogy vigyázz rá. Tehát ez nem kell külön mondja, hogy vigyázni fogok rá. És ha mégis jött a kecske, a kecskéje is megette a termésemet, akkor kell, hogy fizessen. Oké, utolsó misna következik. A sőleáhsze be mára. A sőleáhsze be éra, be ját heres, sőjtöm, hogy katna, patubidő, adom, hábidésre már. Erről már volt szó. Ha odadom a fáklyát, a tüzet egy nem jogképes cselekvőnek, szóval vigyázz rá, papa, a kisfiúnak odadom, az elmeháborodottnak, a süketnek, szóval vigyázz erre a fáklyára. Megy a fáklyába, és fölgyújtja az egész város. Akkor az kinek a felelőssége? Hát ez ennyi, de nem lehet engem a földi bíróság elé állítani. Az égi bíróság előtt megkapom a büntetésemet. A földi bíróságot nem lehet, mert nem én voltam, aki fölgyújtottam a várost, hanem a elmeháborodott. De mégis az égi bíróságot van felelősségem, mert jobban kellett volna figyelni, hogy kinek adom a tüzet. Salak bidé pikelha, pikelhája. Ha viszont odaadtam egy jogképes cselekvőnek, akkor biztos a jogképes cselekvő felelőssége. Attól még a tűz az enyém, az nem az én bajom, hogy... Oké? Okay.
Mi van akkor? Echod hevi eszaúr, echod hevi eszaíci. Ha mi hevi eszaíci, Mihály? Én hoztam a tüzet, te hoztad a fát, én hoztam a lángot, te hoztad a fát, tüzet raktunk, és fölgyulladt az egész ház. Kinek a felelőssége? Ki a tűz? Azt mondja, a misna, aki a fát hozta. Várjál csak. Echod hevi eszaúr. Úr, echod hevi eszaíci, echod hevi eszaúr. Ha viszont te hoztad a fát, én hoztam a lángot, és tüzet raktunk, és fölgyulladt a ház, ki a tűz? Aki a lángot hozta. Az előzőben azt mondtuk, hogy az a felelősség, aki a fát hozta. Most csak azt mondjuk, aki a lángot hozta. Miért? Az a nélkül, hogy ki volt a második. Ugye láng fa nélkül nem ér semmit, fa láng nélkül nem ér semmit. Ez furcsa, mert azért a láng érve, a lánggal fölegyújtani a házat. Utolsó kalapácsütés, így van. Bo acher, be liba, ami lábe chájev. Mi van akkor, ha te hoztad a lángot, te hoztad a fát, és minden rendben volt, szépen a kályhában, ott égett a tűz. Majd jött valaki, és jól megfújatta a tüzet, és túlfújatta, és bum, begyulladt az egész ház, akkor az ő az utolsó, ő a felelős. Mi van akkor, hogyha te hoztad a fát, te hoztad a tüzet, ő hozta a fújtatót, minden rendben volt. Majd egyszer csak jött egy hatalmas szél, és fölgyújtotta az egész házat, akkor ki? Akkor mindenki. Viszmajor, akkor mindenki föl van mentve. Kedves barátom, ideig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel a folytatás rendületlenül következik. A legeslegjobbakat kívánjuk a viszontlátásra, viszonthallásra.